Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Áthúzta a vírus a terveket, kevesebb program a Szekszárdi Város napján. Halálos baleset, egy 47 éves nő hunyt el vasárnap kora reggel a tragédiában. Felkészültek, minden lehetséges helyzetre készen indul a Bátaszéki óvoda. Betegágyokat kapott a kórház, a Szekszárdi Rotary Klubnak köszönhető a felajánlás. A korábbi évekhez képest sokkal visszafogottabb lesz idén a Szekszárdi Város napja augusztus 29-én. Erről Ács Rezső, a Tolnai megyeszékhely polgármestere beszélt a Rádió 1-nek adott interjújában Szekszárdon. A korábbi években kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték azt, hogy 1905. augusztus 29-én megalakult a város első közgyűlése. A korábbi évekre jellemző kétnapos programsorozat megtartására idén a koronavírus miatt elrendelt korlátozások miatt nem kerülhet sor. Idén minden korábbinál több díjat adnak majd át a Tolnai megyeszékhelyen a Városnapja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen augusztus 29-én, bár a teljes programsorozat sokkal visszafogottabb lesz, mint a korábbi években. Erről Ács Rezső, a város polgármestere beszélt az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján, a Rádió 1 műsorában. Idén rekordszámú díjazottunk lesz, el kell mondjam, 27-en kapnak különböző elismeréseket. Mindenkinek szeretnék gratulálni, mindenki megérdemli, de ez azt jelenti, hogy nagyon hosszú közgyűlés lesz. Egy kiállítás lesz még azon a napon, és tulajdonképpen ennyi lesz a városnapi ünnepség, a városnapja. Szekszárdon a korábbi években kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték azt, hogy 1905. augusztus 29-én megalakult a város első közgyűlése. Az ünnepi közgyűlés mellett eddig a Béla király téren két napon át programok várták a helyieket és a városba érkezőket. Idén a koronavírus miatt ezeket a rendezvényeket viszont nem lehet megtartani. 36 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírus fertőzést. Újabb elhunyt nincs, közölte a koronavírus.gov.hu hétfőn reggel. A 36 új beteggel 5191-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 613, 3695-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 883, az aktív fertőzöttek 35%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultaknak pedig a 43%-a budapesti. Tolna megyében jelenleg 21 igazolt fertőzött van. Halálos baleset történt vasárnap kora reggel Szekszárd térségében a 6-os úton. Egy személyautó csapódott az árokba, majd egy fának. A kocsiban heten utaztak, közülük egy 47 éves nő a helyszínen meghalt. Úgy tudjuk, a társaság tagjai egy lakodalomból tartottak hazafele, a sofőr pedig elaludt vezetés közben. A balesetben egy 47 éves szekszárdi nő olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. A járműben további 6 személy utazott, akik közül 5-en könnyebben sérültek meg, egy személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vérkészlet csökkenése miatt csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítja a vérkészítményeket az Országos Vérellátó Szolgálat. Ebben a helyzetben arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, és az utóbbi 14 napban nem járt külföldön, hogy menjen el vért adni. A 4 napos hosszú hétvége után rendkívül nagy szükség van a véradók segítségére, ugyanis a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások, valamint a hosszú hétvége miatt csökkent az országos vérkészlet. Felkészültek a következő nevelési év feladataira a Bátaszéki körzeti óvodában. Az intézményben 62 kisgyerek jelentkezését fogadták el a következő tanévre, pont ennyien kezdik meg idén az iskolát is. Teljes teltházzal kezdi meg az új oktatási évet a Bátaszéki óvoda és bölcsöde. A tavalyi esztendő végén 62 kisgyerek hagyta el az intézményt és kezdte meg iskolai tanulmányait, és ugyanennyien lépnek be idén az óvoda kapuján először. Simon Csabáné intézményvezető azt mondja, bár szeretnék végigvinni az évet, fel vannak készülve az esetleges járványveszély kezelésére is. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben felkészültünk a gyerekek fogadására, felkészültünk az esetleges vírushelyzet hozta változásokra, felkészültünk a szakmai munkánk tekintetében. A szakmai munka színvonalának szinten tartása érdekében számos továbbképzés zajlik majd az intézmény falain belül, olyan programok is, melyek országosan is ismertek, de idén Bátaszék lesz a képzés helyszíne. Az óvoda mellett a bölcsöde is 24 fővel teltházzal üzemel ebben az évben.
Az évnyitóra elkészül majd az a beruházás is, mely biztonságosabbá teszi a teraszokat a nyár folyamán, ezeket a felújítási munkákat is elvégezték az óvodában. Az intézményvezető azt mondja, a napi oktatási feladatok mellett számos külön foglalkozás is zajlik majd, amit a gyerekek és a szülők is szívesen vesznek. Ezek a foglalkozások részei az intézmény tehetséggondozó programjának. Arató felvonulással, kenyérszenteléssel és koszorúzással is ünnepeltek Tolnán a nemzeti ünnepen. A Feszófer Ágnes polgármester ünnepi beszédében többek között arról beszélt, Szent István ünnepe hű tükre az ország mindenkori állapotának. A szokásoknak megfelelően Tolnaváros vezetőinek és a civil szervezetek képviselőinek felvonulásában indult a nemzeti ünnepen a megemlékezés. Az ünneplők a templomba vonultak az új kenyér megszentelésére, majd a Szent Istvánért adott helyet az ünnepségnek, melyen a Feszófer Ágnes polgármester többek között arról beszélt, Szent István ünnepe tükre az ország mindenkori állapotának. Pilinszky Jánost idézve arról szólt, az ünnep nem a semmittevésről szól, hanem a kapunyításról felfelé. Beszédében Trianonról is megemlékezett. Az ezer esztendeig fennálló aranyhéjú kenyér Magyarországot, ahol Krúdy Gyula nevezte hazáját, a történelem különleges sorsra korhoztatta. Annak a sorsnak a felvállalására, hogy olyan ország legyen a miénk itt a Kárpát-medencében, amely önmagával határos. Bennünket, magyarokat pedig azzal büntetett, hogy megismerjük és elszenvedjük a szétszakítottság érzését, a kisebbségi lét minden nehézségeit, és hogy kreativitásunkat egy, a közénk vágott politikai határokon átívelő nemzetegyesítésre mozgósítsuk. Az ünneplők megkoszorúzták az államalapító szobrát, és a rend szerint megszegték az új kenyeret. A Duna teljes szakaszán, így Szekszárd környékén is írtják a szúnyogokat, miután a szúnyoglárvák fejlődésének kedvező árhullám vonult le a folyón. Tolna megyében földi védekezést alkalmaznak a szakemberek. A kezeléseket napnyugta után végzik. A Dunán két hete levonult kisebb árhullám miatt intenzíven kell védekezni. A múlt héten biológiai lárvagyérítés zajlott az árterületeken. A következő napokban a kifejlett szúnyogok számát csökkentik földi eljárással a településeken. Elektromos betegágyakat kapott a Szekszárdi Balassa János Kórház Hospice alapítványa a helyi Rotary Klubnak köszönhetően. Az eszközök Belgiumból egy ottani kórházból érkeztek a Tolnai megyeszékhelyre. Az ágyakat a Hospice osztályon helyezik majd el a Balassa János Kórházban. Kamionra volt szükség, hogy a Szekszárdi Rotary Klub közbenjárásával beszerzett kórházi adományokat Belgiumból a Tolnai megyeszékhelyre szállítsák. A jótékonysági programjairól ismert Rotary segítségével ezúttal bútorokat és 35 darab elektromos betegágyat kapott a Tolnai megyeszékhely kórháza. Van egy úriember, akinek kedvenc helye Magyarország, és megtanult magyarul, és minden évben, amikor van olyan lehetőség, amiben tud nekünk segíteni, elsősorban egészségügyi fronton, akkor ezeket jelzi felénk. Így indultak el a több mint 1300 kilométeres útra a Belgiumban felajánlott, nagyértékű használt, de jó állapotú kórházi ágyak a Balassa János Kórházba. Az intézmény főigazgatója azt mondja, az ágyaknak köszönhetően az azokat használó betegek kényelmesebben tölthetik majd a kórházban az idejüket, az eszközökkel dolgozóknak pedig könnyebb lesz a munkájuk. Ezeket az ágyakat elsősorban a kórháznak a hospice részlegén kívánjuk majd hasznosítani, ahol ugye talán a legsúlyosabb vagy legnehezebben ellátható betegeinket ápoljuk. A Szekszárdi Rotary Klubnak nem ez az első felajánlása a helyi kórháznak. Évtizedes hagyománya van már, hogy a Jótékonysági Egyesület támogatja az intézményt. Betegágyakat is többször adományoztak már a kórháznak. Regionális híreink következnek. Később készül el és kicsit többe kerül, szerződést módosítottak a volt ifjúsági ház kivitelezőjével. Hosszú hétvége, ismét telt ház a Balatonnál. 28-29-én lehet leadni a jó állapotú tanszereket a nagy bevásárlóközpontokban, várják az önkéntes segítőket.
Többe kerül a pécsi volt ifjúsági ház átalakítása, mint ahogy a tervekben szerepelt. A kivitelezési munkák megkezdése után derült ki, hogy hiányoznak a szerkezetből olyan statikai elemek, amelyeket pótolni kell. Ezért több pénz és idő, amíg az évek óta üresen álló ingatlanból irodaház lehet. A módosítások elfogadásáról augusztus elején döntött a pécsi önkormányzat szakbizottsága. Jó hír az autósoknak, hogy a közeli centrumparkoló munkái akár a tervezetnél hamarabb befejeződhetnek. A két beruházást egy közös programon belül 1,1 milliárd forintért végezteti el a Baranyai megyeszékhely. Ez a volt ifjúsági ház épülete Pécsen, amit irodaházzá alakított az önkormányzat. Azonban a munkálatok során kiderült, hiányoznak olyan gerendák, statikai elemek, amelyekre nem számított a kivitelező. Ez miatt ugye egy szerkezet megerősítési munkákat kellett eszközölni, aminek többletmunkaigénye, pótmunkaigénye keletkezett. Erről döntött az önkormányzat, ez egy szerződésmódosítás keretén belül meg is történt. Vállalkozó a többletköltség mellett 45 napos plusz határidőmódosítás kezdeményezett, ezt el is tudtuk fogadni, így a szerződés 2020. október közepére tolódott. 15 millió forinttal többe kerül a beruházás a plusz munkák miatt. Az IH mellett a centrumparkoló átalakítása is folyik. A maga centrumparkolóhoz kapcsolódóan nem történik szerződésmódosítás, tehát határidőbe át tudjuk adni. Ugye előzetes tervek szerint október elejére tervezetten készen lesz a parkoló. Most úgy tervezünk, hogy lehet, hogy picit előbb is meg tudjuk oldani, tehát picit előbb át tudjuk adni, de nyilván, hogyha van konkrét dátumunk, akkor azt a lakosság felé lakosságot tájékoztatni fogjuk. A parkoló nyugati része lehet hamarabb kész az elvégzett munkák alapján. Egyébként a volt ifjúsági ház átalakítása 730 millió forintba, a mellette lévő centrumparkoló mintegy 300 millióba kerül. A két beruházást egy programon belül a Zöldváros kialakítása elnevezésű pályázatban elnyert 1,1 milliárdból valósítja meg a pécsi önkormányzat. Megteltek a balatonparti szállodák, magánszálláshelyek a hosszú hétvégére, annak ellenére is, hogy az ilyenkor szokásos nagy rendezvények, fesztiválok elmaradnak az idén. Sokan már a tavasszal lefoglalták szálláshelyeiket az ünnepre, de vannak, akik hosszabb időt töltenek a tópartján. Már a délelőtti órákban rengetegen voltak Zamárdi szabad strandján, a jó időben, aki csak tehette, a vízparton élvezte a hosszú hétvége kezdetét. Ebben a szállodában már hónapokkal korábban elfogytak a szabad szobák. Az ideérkező vendégek azt mondják, a biztonságot választották, ezért is jöttek inkább a Balatonhoz. Most eléggé necces külföldre menni, már hírek szerint is, tehát a koronavírus miatt, ezért többen így döntöttek, hogy akkor nem vállalják azt a kockázatot, így mi se vállaltuk. Úgyhogy itt voltunk, itt maradtunk. Szeretjük ezt a részt. A balatonparti szállodákban jellemzően magyar családok foglaltak a hosszú hétvégére, de ez volt a jellemző igazából az egész főszezonra. Alapvetően látható a magyar tendencia, miszerint a vendégek külföld helyett jellemzően a Balatont választották. Arányaiban tekintve a belföldi vendégek jelennek meg, legalább 3-4 éjszakát foglalnak hozzánk, illetőleg a családos vendégek akár több generáció mentén érkeznek. A júliusi gyengébb forgalmat követően a vendéglátók azt mondják, az augusztus végig nagyon erős, teltházas volt a tópartján. A nyári forgalom az idén másképp alakult, mint tavaly. Ugye ennek az az oka, hogy alapvetően a nyári szezonnak az értékesítés, az előértékesítés szokott lenni általában, de nyilván most ez a helyzet teljesen ezt felülírta. Gyakorlatilag volt nagyon sok előfoglalás, de azok a plusz szobák, amik maradtak még, azok az időjárástól voltak függőek, hogy értékesítésre kerültek-e vagy nem, és sajnos júliusban nem mondhattuk, hogy egy szép nyarunk lett volna. Éppen ezért a júliusi számaink mindenképpen elmaradnak a tavalyi júliusi számokhoz képest, viszont az augusztusnál ez már sokkal kedvezőbb, abszolút tudjuk hozni a tavalyi augusztusi számokat idén is, úgyhogy hála Istennek fordult a kocka. Az előfoglalások pedig azt mutatják, hogy az őszi szálláshely foglalások is biztatóan alakulnak a Balatonnál. Hamarosan kezdődik az iskola, a hátrányos helyzetű családoknak sokba kerül gyerekeik beiskolázása. A Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete a pécsi területi szociális központtól kapja a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők névsorát. Ezt figyelembe véve negyedik éve rendkívüli adománygyűjtést szervez a megyei Vöröskereszt,
augusztus 28-án és 29-én pénteken és szombaton az egyik nagy pécsi bevásárlóközpontban tanszereket gyűjtenek önkéntesek és munkatársaik segítségével. Pécsett az egyik népszerű kertvárosi írószerpapír szaküzlet 2018-ban csatlakozott a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete által indított tanszergyűjtő kezdeményezéshez, annak érdekében, hogy segítsen a rászoruló családokon, iskolás gyerekeken. Mit próbáljuk promotálni, hogy hozzák vissza a toltartókat, táskákat, nem csak új tanszerek kerüljenek bele a dobozba, és a doboz szerintem majdnem meg is szokott elni így augusztus végére. 2017-ben hirdette meg először a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete a tanszergyűjtési akciót. Egy év múlva már a szociális alapellátó szolgáltatók is csatlakoztak hozzájuk. Úgy segítették a munkát, hogy a regisztrált rászoruló családok nevét hivatalosan átadták a Vöröskeresztnek, és a szervezet ezek után továbbította az összegyűjtött tanszereket az érintett családoknak. Idén is hasonlóan tesznek, önkéntesek és munkatársaik segítségével. Augusztus 28-29-én gyűjtünk a nagyáruházakban, valamint Szigetváron és a Siklósi áruházaikban, és 10-től 18 óráig lesznek ott az önkénteseink és a munkatársaink. Aki még szeretne az akcióhoz csatlakozni, mint önkéntesként vagy iskolai közösségi szolgálatosként, akkor azt nagyon szívesen látjuk, mert minden kéz fontos. A használt, de jó állapotban lévő tanszereket, ruhákat a pécsi székhelyű Dobó István utcai megyei Vöröskereszt irodába, illetve a szigetvári Komlói Vöröskereszt irodába lehet bevinni. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Áthúzta a vírus a terveket, kevesebb program a szekszárdi város napján. Halálos baleset, egy 47 éves nő hunyt el vasárnap kora reggel a tragédiában. Felkészültek, minden lehetséges helyzetre készen indul a bátaszéki óvoda. Beteg ágyokat kapott a kórház, a szekszárdi Rotary Klubnak köszönhető a felajánlás. Kedden délelőtt még elvétve előfordulhatnak záporok, a déli órákra viszont kitisztul az ég és változó napsütés alakul ki időszakos gyenge felhősödésekkel. Éjszaka csillag fényes, illetve helyenként gyengén, vékonyan felhős és csapadékmentes idő várható. Gyorsan csökken a hőmérséklet, hűvös lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!